Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket itt a startban. Meglehetősen viharos reggelre ébredtünk, viharos volt az éjszaka, azért remélem, hogy tudtak aludni, és azt még inkább remélem, hogy velünk kezdik a reggelt, és velünk tartanak. Tordai Bencével nézzük át a ma reggeli újságokat. Jó reggelt, üdvözlöm! Jó reggelt kívánok! Nézzük elsőként a Magyar Nemzetnek a címlapját. Itt azt írják, hogy egyre kínosabb a kötvényprogram, ugye a letelepedési kötvényekről van szó. Rogán Antal tegnap a miniszteri meghallgatásán, bizottsági meghallgatásán azt mondta, hogy 2017-re kivezetik a kötvényeket. Ehhez képest Varga Mihály már úgy fogalmazott, hogy elkészült a kormányzati előterjesztés, és ebben szerepel az a variáció is, hogy végleges megszüntetés, de az is, hogy ideiglenes megszüntetés. Mit szól ehhez? Lázár János pedig azt mondta, hogy december 31-jel kivezetik. Érdekes, hogy nem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal, és mit gondol közben a fej. Miközben egyébként felfedeztük néhány héttel ezelőtt, hogy egy orosz portálon, ahol szintén foglalkoznak a magyar letelepedési kötvényekkel, már december 27-tel zárták le a jelentkezést, és akkor a Párbeszéd fel is tette egy kérdést, hogy ez azt jelenti, hogy akkor idén év végével vezetik-e ki, és mondták, ó, nem, nincs erről még döntés. Tehát az látszik, hogy rettentő kínos ez az ügy. Azt tudjuk, hogy elbuktak a magyar adófizetők körülbelül 100 milliárd forintot ezzel a kis biznisszel. Azt tudjuk, hogy ez Rogán Antal és haverjai környékén landolt ez a pénz. És most már akár a politikai játszmák, akár tényleg a vállalhatatlansága miatt a Fidesz lehátrál végre erről, de hogy pontosan mikor, azt szerintem még mindig nem lehet tudni. Kicsit tágabb kontextusban helyezve, az egyébként mennyire megérthető, hogyha mondjuk tételezzük fel, valóban megszüntetik véglegesen a letelepedési kötvényeket, és ehhez képest ugye a Jobbik alaptörvény módosítását most a ház elé sem engedték, amely ugye ugyanazt tartalmazta volna, mint a Fidesz alaptörvény módosítása, csak a letelepedési kötvények megszüntetésével. Már a Fidesz alaptörvény módosítás tervezete is egy baromság volt, sőt az egész alaptörvény egy ócska fércmű, és azt toldozni, foldozni sok értelmét nem látjuk ennek. Úgyhogy az, hogy a Fidesz meg a Jobbik mit mókuskázik egymással, az szerintem igazából nem releváns, ebben a kérdésben pedig különösen nem az. Menjünk tovább, Magyar Időknek a címlapja. Itt Orbán Viktort idézik, aki azt mondta, hogy Magyarország a győztes csapatba tartozik, ezt a Máért értekezletén mondta a miniszterelnök, és egyébként itt mellett a keretes írásban idézik Trumpnak a külpolitikai tanácsadóját, aki azt mondja, hogy csodálat és tisztelet irányul Orbán Viktor felé, és azt is mondja még, hogy a magyar miniszterelnök egy bátor vezető, aki a józan ész talaján áll. Az utóbbi hónapok történései abba az irányba mutatnak, hogy a világ fel fog ébredni, és rá fog jönni, hogy Orbánnak és Trumpnak van igaza, idézik a külpolitikai tanácsadót. Hát annyi biztos, hogy Orbán Viktor valóban a kezdetektől szimpátiával figyelte a Trump kampányát. Ő az első, aki kimaxolt ezt az úgynevezett tényeken túli politikát, magyarul azt, hogy bármilyen hazugságot elmondhatunk, úgyse fogja ellenőrizni a bennünk hívő tömeg, és ezzel választást lehet sajnos nyerni Amerikában is. Trump ugye egy olyan milliárdos, aki a leggazdagabb nem is 1%-ba, de 1000%-ba vagy 1 milliómodba tartozik. Ehhez képest előadta a nép nagy barátját, miközben egy olyan programmal nyert, ami éppen hogy megszorítást jelent az alacsony és közepes státuszú embereknek és a gazdagoknak jelent könnyebbséget. Ebben Orbán Viktor és Donald Trump teljesen azonos, tehát egy ócska demagóg, aki úgy tesz, mintha ő képviselni a nagy tömegeket, valójában pedig a saját haverjainak, a szűk érdekkörének és a leggazdagabbaknak játszik. Ha már külpolitikai kérdések, maradjunk egy kicsit határon túl. Rogán Antal tegnap megtilt, nem Szijjártó Péter megtiltotta tegnap, hogy a diplomaták részt vegyenek bármilyen hivatalos eseményen a romániai nemzeti ünnep kapcsán. Erről mi a véleménye? Én értem, hogy a 20. században nagyon komoly traumák voltak, de hogyha egy külpolitikát, ami egy diplomáciát a sérelmi ügyekre alapoznak, az biztos, hogy zsákutcába vezet. Tehát egyértelmű, hogy december 5-e egy fájó pont a magyarságnak, különösen határon túli magyaroknak. Ezzel együtt, hogyha 100 évvel ezelőtti eseményekből próbáljuk felépíteni a mai magyar külpolitikai irányt, akkor biztos, hogy nem jutunk előre. Tehát ez a múltba forduló gondolkodás, ez a 21. században teljesen zsákutcás, legalábbis remélem, hogy tehát az lesz. Ön ezt túlzásnak érzi, miközben mondjuk ha hozzávesszük a több évvel ezelőtt történteket, amikor Mengyesi Péter és Nastase ugye ezen a napon kocintottak, abból is felháborodás volt, és valamelyest talán nyilván az is érthető volt. Abból is a jobb oldalon volt felháborodás, és szerintem abból sem kellett volna a felháborodás. Ezekből az ügyekből ma már nem kell ezt csinálni, értem. Nézzük tovább, Népszava kézbetett Erzsébet utalványról írnak. Itt ugye tegnap óta tudjuk már, hogy nem a posta fogja kivinni ezeket a bizonyos Erzsébet utalványokat,
hanem meglepő módon kormányhivatalnokok, ráadásnak minden kormányhivatalnokot egy plusz biztonsági őr is kísér majd. Mi a véleményük? Ugye alapvetően egy furcsa helyzetnek tűnhet, hogy mondjuk egy kormányhivatalnok, aki arra szerződött, hogy ő irodai dolgozó, vajon hogy lehet őt arra kötelezni, vagy azt mondani neki, hogy postásként mondjuk a mínusz 10 fokban járkáljon egyik házról a másikra. Tegnap egyébként a Fidesz frakció szóvivője azt mondta erre a kérdésünkre, hogy ők senkit nem fognak kötelezni, a kormányhivatalokok elhivatottak, és ők ezt önként meg fogják tenni. Mert... hát persze, ez nem előzmény nélkül. Ugye a kormányhivatalokban dolgozók annyira elhivatottak voltak, hogy a Fidesz népszavazási kampányában is önként segítkeztek. És most úgy látszik, hogy a Fidesz 2018-as választási kampányában is kénytelenek lesznek önként úgymond segítkezni. Ez teljes nonsens. Tehát az, hogy tényleg összemosódik már az állam és a párt, és kialakul egy ilyen pártállam, ez az, nem tudom, tényleg a 60-70-es éveket idézi, és megint csak nem hiszem, hogy oda kéne visszafordulni, ahogy a 20-as években se kéne visszamászni, úgy nem kéne az államszocializmus idejébe se visszamászni. Ha már állam és párt összemosódása, egy rendkívül meglepő nyilatkozatot adott tegnap Rogán Antal a bizottsági meghallgatásán ugyancsak, ahol azt mondta, hogy az ő minisztériumának a legfontosabb feladata Orbán Viktor újbóli hatalomba segítése 2018-ban. Hát ez egy sajátos felfogás, ugye a miniszterek elvileg szolgák, és a közt kellene szolgálniuk, nem pedig Orbán Viktort. Az, hogy van egy ilyen önkényúrba hajló kis minidiktátor jelöltünk, aki a köré építi ki a kormányzatot, hogy őt személyesen szolgálják, ahelyett, hogy a népet, az embereket szolgálnák ezek a miniszterek, ez sajátos, és mostanra eljutottak oda, hogy nemhogy lelepleznék magukat, hanem egyszerűen őszintén felvállalják, hogy mi a dolguk, mit tesznek ténylegesen. De egyébként a politikusokon az őszintességet szoktuk számon kérni, hát ez őszinte volt. Őszinte, és őszintén szembe megy azzal, amit akár még az alaptörvény is nem, hogy egy rendes alkotmány rögzít a miniszterek a politikusok feladatairól. Nézzük még a Magyar Hírlapnak a címlapját. Nemzeti Erők Egyesítése, írják, új tulajdonosa van az Echo Televíziónak, mégpedig itt Mészáros Lőrinc egyik cégéről van szó. És egyébként, ha már médiát érintő hírek, Murányi Marcell, a Népszabadság volt főszerkesztője, tegnap megerősítette itt az LTV híradójában, hogy egészen biztos, hogy a Népszabadság csapata nem marad egyben, nem tudják újraindítani a lapot. És a legérdekesebb talán az indoklás volt. Mert ő azt mondta, hogy a külföldi befektetők nem azért álltak el ettől a tervtől, bár több jelölt is volt, mert hogy pénzügyileg ne érné meg, hanem mert attól tartanak, hogy esetleg retorzió érné őket, hogyha ők segítenének újraindítani a lapot. Hát nem ok nélkül félnek ettől, tehát a médiában a külföldi befektetőket is szorongatják Magyarországon. Nagyon szomorú, hogy a Népszabadság helyén nem nő semmi, illetve ugye tudjuk, hogy mégiscsak indul egy új print napilap, a Riposzt, tehát kormányzati pénzből, közpénzből fel lehet pumpálni valamit, és utcára lehet vinni napi sok százezer példányban akár. Azért egy dologra még térjünk vissza egy gondolat erejéig, hogy itt nem a nemzeti erők egyesülnek, tehát az, hogy Mészáros Lőrinc meg Széles Gábor egymás között passzolják azt a tévét, aminek a kapcsolódó újságja megírja, hogy ők mennyire remek emberek, ez csak azt jelenti, hogy Orbán Viktor hűbéresei adogatják át egymásnak a feladatokat az új profiltisztítás jegyében, de ennek a nemzetiséghez semmi köze nincsen, nem a nemzetet szolgálják, hanem kizárólag a saját érdekeiket. Még egy tegnapi hírön tartott egy sajtótájékoztatót, aminek az volt a tárgy, hogy csökkenteni kellene a társadalmi különbségeket. Hogyha azt nézzük, hogy minimálbért, garantált bérminimumot emelnek, ezek az intézkedések például nem szolgálják ezt? Hát bárcsak ezt szolgálnák, de látjuk, hogy igazából ami itt jelentős, az a nagy vállalatoknak adott adókedvezmény, és a friss OECD adatok alapján tartottam ezt a sajtótájékoztatót, ami kimutatta, hogy egy egészen pervers helyzet van, miközben folyamatosan növekszik az elvonás a gazdaságból, az egyetlen olyan ország vagyunk a 35 közül, ahol a válság előtti szinthez képest csökkentek a szociális juttatások. Tehát egyre több pénzt vesznek ki a gazdaságból, a társadalomból, és ki tudja, hogy hova osztják vissza. Az adórendszerünk is teljesen abszurd. Kevesebb, mint fele annyit adóznak itthon a vállalatok, mint az OECD országok átlagában. Ehhez képest jön még be az adócsökkentés számukra, és a fogyasztási adók, amik pedig az embereket terhelik, azok 4-7 százalék ponttal magasabbak, mint a többi fejlett országban. Tehát fejreállt ez a világ, és ez Orbán Viktornak az őrülete, megmondta ezt is az elején, tehát az őszinteségért megint megdicsérhetjük, ha úgy tetszik, hogy könnyíti a tőke terheit, és a fogyasztási adókat, az emberek terheit növeli.
ehhez következetesen tartja magát, és közben folyamatosan nőnek az egyenlőtlenségek, szakad szét az ország, és ezen nem fog segíteni a minimálbéremelés programja sem. Köszönöm, hogy itt volt és elmondta a véleményét. Köszönöm, hogy itt láttam.